Szóval a Gyuri 70 éves, én 35 évvel ezelőtt ismertem meg, akkor 35 éves volt, most kétszer 35 éves, de tulajdonképpen ő maradt 35 éves, azaz fiatal, nyitott, érdeklődő mindenki irányába és minden irányba. Bár 35 év az már nem jó kor, mert a ösztöndíjakat az csak 35 éves korig adják. Tehát ő tulajdonképpen kétszer beteljesítette a kort, de mindig kimarad a támogatásokból, mert nem műanyag zacskóba szórja az életének a hirdetését, mint sok művész, hanem hogyha szór is hirdetéseket, akkor az nem magáról szól, hanem a művészetről, a közről, a közösségekről. Azon kevesek közé tartozik, aki annak ellenére, hogy alkotóművész, nem saját magát helyezi előtérbe, hanem mindig a közös ügyet táplálja, és azt segíti, amelyik egyedülálló és nagyszerű dolog, és köszönöttel kéne lenni irányába, bár kevés köszönetet kap, és kevés támogatást kap. Tulajdonképpen az, hogy hogyan ismertem meg, az nem annyira lényeges dolog, mert, mint mondtam, egy nem változó személyiség, mindig ugyanabban a nyitottsággal és kedvességgel közeledik minden szituációban, és ez nem változott. Tehát amikor megismertem, akkor ismeretlenül is ugyanabban a közvetlenséggel fordult felém, mint a 35 év elteltével bármikor, bármilyen szituációval találkozunk. Annak idején talán lehet, valószínűleg igen, hogy az FMK-ba egy szamizdat újságot nyomott a kezembe talán. Én akkor tértem, 11 év után először jöttem haza Magyarországra, 11 év után, talán a 70-76-ban, igen. És senkit se ismertem a Magyarországon, hiszen én 16 éves koromban elmentem, és valószínű, hogy ezeket a körök, akkor voltak körök, akkor voltak helyszínek, ahol a művészek találkoztattak, és a művészek érdeklődtek egymás iránt, egymás alkotása és egymás személyisége iránt. Ez egyre kevésbé van jelen. Úgy gondolom, hogy a Gyuri olyan, mint Chaplin. Miért Chaplin? Azért, mert Chaplinnek egy percébe annyi poént sütött el, amiből mások filmeket készítenek egy-egy percnyi poénjaiból. A Gyuri egy-egy levelével, amit kiküld, abban annyi gondolat van feldobva, annyi megközelítés, amiből sokan életműveket építenek fel. Talán pontosan ez a sziporkázó és mindenre reflektáló gondolkozás az, amelyik az ő értéke, és ugyanakkor ez a hátránya is. Hátránya nem az ő alkotásának és az ő személyiségének, hanem hátránya annak, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, hogy nem nyúlnak hozzá érdemben, mert túl nagy falat, mert mindenről van egy gondolata, mindenre reflektál, mindent kreatívan közelít meg, és ez nem segíti azt, hogy a személyiségét feldolgozzák, illetve a személyiségéhez hozzányúljanak. A Gyuri egy szerény ember. Uh-huh. Tehát a szerénységéből kifolyólag nem a saját személyiségét nyomja előtérbe, ami nem jelenti azt, hogy hihetetlen kreatív van, készíti a munkáit. Ezen kívül nem egy nyomtávú ember, hanem folyamatosan reflektál azokra a történésekre, amik érik, ami történnek vele. Tehát egy gondolkozó ember. És ez, amelyik... Azok a művészek, akik folyamatosan ugyanazt ismétlik és ismétlik és ismétlik, az, ami nem a kreativitásról szól, hanem
a saját maguk piacra dobására, egy termékes művészet, az jobban gondolk, jobban működik ebben a társadalomban. És miért? Azért, mert a teoretikusoknak nem kell erőfeszítést tenniük arra, hogy feldolgozzák azt a sok irányba megjelenő és megnyilvánuló és reflektáló gondolkozást, amit például a Gyuri is képvisel. Tehát természetesen a dologhoz hozzátartozik, hogy ehhez kéne egy olyan csapat, vagy olyan érdeklődő teoretikus, aki a munkáit szétbontja, esetleg szortírozza, esetleg fejezetekre bontja, esetleg összefüggéseket emel ki, vagy csoportosít, azért, mert így egészében egy emberi magatartás nyilvánul meg, hogy a folyamatosan a reggeli dologra reflektál, a déli dologra reflektál, a délutánira, tehát egy folyamatos reflekciók vannak, amelyeknek természetesen van egy íve és van egy kapcsolata, de ezt prezentálni kéne, és ez, amivel ő nem foglalkozik, szerénységből.